Továbbá, úgy mint ahogy van a ionogramma, ugye az ionogramma a vérbe, ugyanúgy kéne ionogrammát csinálni az izzadságból, mert nagyon sokat megtudnánk, hogy és mind a kettőből lehetne megtudni, felmérni a szervezetben az ionoknak az eloszlását. A vérbe ugyan jó lehet a képlet, de a testben lehet, hogy teljesen az. És legalábbis meg lehetne próbálni arányok szempontjából, tehát nem mennyiségileg, hanem arányítás szempontjából, hogy a kálium, nátrium, kálcium elsősorban, hogy azok hogyan állnak egymáshoz.